Szeretettel köszöntök mindenkit, szép jó estét kívánok! Önök a Számok és a Valóság című műsoromat látják, én Kálai Zsuzsanna vagyok. Hát kérem szépen, a telefonszám, amin ezt a műsort lehet hívni és velem lehet beszélni, az nem más, mint a 269-0386-os telefonszám, tehát nem emeldíjas, és nyugodtan be lehet telefonálni, és fel lehet tenni a kérdéseket. Na de, amíg az első kedves telefonáló megérkezik, és már pedig megérkezik, úgy gondolom, hogy nem is olyan sokára, hát próbáljuk meg egy kicsit a feszültséget oldani, mert ugye hát nem sokára következik Minden Szentek és a Halottak napja, ezt nagyon jól tudjuk, és mindenki készül, és mindenki a temetőket rója már most, és hát ugye leroljuk a kegyeletünket, és... Nem is tudom, mert annyiféle dolog van, és annyiféle hiedelem van ilyenkor divatban. Egyesek úgy vélik, hogy igen, ilyenkor az ember egy kicsit magába száll, és hogy egy kicsit, hogy mondjam, tehát befele fordul, és máshogy gondolkodik, visszaemlékezik az elhunytankra, és próbálja... visszahozni azokat az emlékképeket, amelyek hát az elment rokonokhoz és az elment ismerősökhöz kötődik, és ugyanakkor hát nem feledkezünk meg róluk és ünnepeljük ezeket. Na de. Azért én ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani önöknek, hogy nagyon sok kérdést tesznek fel nekem a halállal kapcsolatosan. És nagyon sok kérdést kapok, hogy ebben az időkben, amikor ugye egy invázió alakul ki, és mindenki megcélozza a temetőket, mi is történik. Hát jó, ez egy nagyon szép dolog, és tényleg hát évszázadok óta ez egy bevett szokás, hogy illik ilyenkor a világ összes táján a halottakról megemlékezni, és leróni a kegyeletet, elmenni. És nagyon sokan vannak, akik ilyenkor meg is nyugszanak, mert úgy gondolják, hogy jó, hát... ezen a napon, ez a halottak napja, és ilyenkor úgymond ünnepe, őnekük is van egy ilyen megemlékezés az életükben, és hát az élők életében, hogy hát ezt a napot emlékezettessé tegyék, ha legalább máshogy egyszer egy évben. Na most erről nekem egy kicsit más az elgondolásom. És én úgy gondolom, hogy azért... gondoljanak bele, hogy a halál egy átváltozás. Nem szűnünk meg létezni. Nem szűnünk meg érezni. És azokat a hozzátartozóinkat, akik már elmentek és elveszítettük őket, azokat én úgy gondolom, hogy nem csak egy napon kellene, meg, és nem csak egy napon kellene megemlékezni róluk, hanem tudni kellene azt, hogy velünk vannak mindig. Amikor csak beszélünk róluk, amikor felemlítjük őket, amikor rájuk gondolunk, és egyszerűen nem tudunk nem lenni közel hozzájuk. De nagyon sokan úgy gondolják, hogyha kimennek a temetőbe, kimennek a sírokhoz, már magában ez is egy program, és hát természetesen ugye helyrehozzák a sírt, letakarítják, stb. Virágot visznek rá. Gyönyörű dolog már ebben az értelemben, amennyire gyönyörű tud lenni. De én mégis úgy gondolom, hogy tényleg megtisztelő és valahol tényleg becsülendő dolog, hogy így gondolkodnak, és ezt a napot is számon tartjuk, és számon tartják, de valahogy én egy kicsit talán máshogy gondolkodom erről, holott én is gyertyát gyújtok otthon, én is elmegyek a hozzátartozóimhoz, már akihez el tudok menni, és aki Budapesten van, templomban, de elárulom önöknek, hogy nem csak ilyenkor, hanem máskor is. Amikor csak éppen közölni szeretnék vele valamit, vagy megbeszélni vele valamit, ugyanúgy, mint amikor élt. És egyáltalán nem arról van szó, hogy ezen az egyetlen egy napon, vagy két napon esetleg
kimegyünk és megemlékezünk a halottainkról, hozzátartozóinkról, hanem higgyék el nekem, annyi minden nem ettől függ, hogy egyszerűen én valahogy tiszteletben tartom, de nem ettől függ az, hogy ők velünk vannak gondolatban, vagy pedig mi vagyunk ővelük gondolatban. Tehát ez egy nagyon szép dolog, és tiszteletre méltó dolog, ki így fogja fel, ki úgy fogja fel, egyik sem rossz, de az én megérzésem és az én felfogásom szerint azért mégiscsak, tehát érdemes, és meg is kell emlékeznünk róluk, mert hát szeretetet adunk ugyanúgy az elhunyt hozzátartozóinknak, mint amikor életben voltak, és ugyanúgy érezzük az ő szeretetüket is időközönként, már aki megérzi, hogy velünk vannak, és nem veszítettük el őket, mert az energiájuk az igenis velünk vannak, és ugyanúgy szeretnek minket, és fölülről segítenek. Tehát aki egy kicsit bele gondol és jártasabb ebben a témában, azzal úgy gondolom már megtörténtek olyan események, amelyek az elhunyt hozzátartozóknak a jelenlétéről árulkodtak. Ez lehetett álomban, ez lehetett megérzésben, és nagyon sokan meséltek már nekem olyan jelenségeket, hogy egyszerűen csak látták, hogy ott van velük az elhunyt édesapjuk, édesanyjuk egy időre, és utána szerte foszlott mind a köd. És vajon ez milyen jelenség volt? Úgy érezték, megbolondultak, vagy csak képzelődnek? Egyáltalán nem. Hanem egy olyan állapotban kerültek akkor, hogy meg tudták látni ezeknek a hozzátartozójuknak az energiáját, ami már egy másik dimenzióból üzent. És én úgy gondolom, hogy innentől, amikor ezek a lelkek így megjelennek nekünk, és érezzük a jelenlétünket, akkor azért érezhetjük azt, és tudhatjuk azt, hogy innen már azért valami van, és nem ér véget a halállal semmi. Mert asztrológiailag is ki lehet mutatni, és a másik az, hogy numerológiailag is ugyanígy ki lehet mutatni, mert hát ezek ikertestvérek, hogy ha másról nem, hanem az előző életeinkről beszélünk, és egy megfelelő számítás, és egy megfelelő áttekintés értelmében ez bebizonyítható, hát akkor miről beszélünk? Arról, hogy a lélek végtelen, és ha formát is cserélünk minden életben, és szerepet is váltunk mindegyik életünkben, akkor én úgy gondolom, hogy azért ez is egy magyarázat arra, hogy nincs vége, hanem mindig megújulunk, mindig más a szerepünk, és mindig más a tennivalónk. És egy még, ami nagyon fontos, hogy halál után a lélek dönt arról, hogy mikor, hol és milyen emberek közé születik le. Tehát még akkor is nekünk kell jogunkba dönteni arról, hogy milyen életet vállalunk fel saját magunknak. Hát, és ilyenkor jönnek a szkeptikusok, hogy hát na, hol vannak a háborús bűnösök, és hol vannak azok az emberek, akik nagyon sokat szenvednek ebben az életükben, vagy olyan tragédiák érik őket, hogy egyszerűen nem is értik, hogy miért, hogy ezt nem hiszik el, hogy hát ezt én vállaltam valaha valamikor is. Nem, hanem itt arról van szó, hogy nagyon érdekes, mert a leszületésünk előtt, amikor a lélek úgy dönt, hogy új életet kezd, és újra születünk, tehát inkarnálódunk, akkor egy bizonyos életfeladattal jövünk le a Földre. És higgyék el nekem, hogy abban a lélek állapotunkban azt a bizonyos életmódot, életvitelt, szerepet nem látjuk olyan borzalmasnak,
mint amilyen itt a Földön, amikor már megszülettünk, és belekerültünk egy bizonyos energiatérbe, és belekerültünk egy bizonyos életben, amit ugye felvállaltunk magunknak. Csak akkor megint más oldalról nézzük az egészet, és tudjuk nagyon jól, amikor leszületünk, mielőtt leszületünk, hogy olyan energiával rendelkezünk, hogy nagyon sok mindent meg tudunk oldani, és csak a szeretet, ami a legfontosabb ebben az életben, és minden életben, és még oda át is, de utána ugye annyi minden eltörlődik, és elfelejtjük az életfeladatunkat. Csak akkor kapjuk őket meg szépen folyamatosan, amikor már megszülettünk, és az életünk folytatódik tovább. Tehát belekerülünk egy bizonyos családba, belekerülünk egy vallásba, belekerülünk egy élethelyzetben, egy sorsba, de ezt higgyék el nekem, senki más nem volt a döntőbb iránk, és senki más nem vállalta ezt az egészet, hanem csak egyedül mi, saját magunk. De a szabad akarat, ami mindennél fontosabb, és minden törvényt felülír, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos. És itt az első kedves telefonáló, szép jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok, Zsuzsika! Üdvözlöm. Katalin vagyok. Üdvözlöm, Katalin, honnan telefonál? Budapest. Értem. És Katalin, árulj el nekem, miben kérni a segítségemet, avagy miről szeretne velem beszélni? Hát a kapcsolatról. Na hát ez nem egy ideillő téma, amiről én az előbb beszéltem, de hát nagyon szívesen átnézem. És anyagi. Értem, na most drága Katalin, ha megkérhetném ön, ne tegye le a telefont. Jó. Megteszi nekem? Igen. Jó, kérnék szépen egy születési képletet. 59. 04. Április, igen, mondjuk ki a hónap nevét. 8. Na hát ez nem egy habos torta, ahogy elnézem. Megkérdezném önt, és ha akar, nem kell válaszolni. Igen. Ha nem szeretne itt a nagy közönség előtt. Hogy egyedül él? Párkapcsolat él? Igen. Hát, igen. Küszködik. Hát nem egy könnyű az élete, ahogy elnézem, holott azért előző életéből karmikusan a Vénusznak a behatása, mint felszálló holdcsomópont ad rálátást, hogy azért a céljait eléri, de annyira a szépet és a harmóniát keresi az életében, jó, hogy mindenki, de ön egy kicsit talán jobban, hogy én azért úgy gondolnám, hogy az ön fejlődéséhez képest, és az ön sajátos energiájához képest meg is harcol érte, csak nem mindig lehet, hogy jó helyen keresi. Na most elárulná nekem, hogy ez a párkapcsolat, amin túl van. Tehát véget ért egy fejezet az életében, és körülbelül ennek a fejezetnek, ha nem gondolom rosszul, vagy 9 évvel ezelőtt, vagy pedig 2 éve kellett megszakadnia. Hát körülbelül 3. Értem. Tehát körülbelül 2 év, ugye csillagászati időt nézünk, és mindig visszafele számolunk, tehát hóperiódustól hóperiódusig, és körülbelül, ha azt veszük, hogy áprilistól áprilisig visszaszámolva, de most pedig ugye itt vagyunk már a november elején, hát majd csak nem 3 évet lehet visszaszámolni, hogy egy akkori olyan periódusnak kellett az életében lenni, ami bizony egy nagyon nehéz időszakot mutatott magán. Igen. Na most ez egy párkapcsolatnak a megszakadása volt. Igen, elég hosszú. Értem. És én azt látom, hogy azért hosszúra nyúlnak a kapcsolatok az életében. Igen. Ezek a kapcsolatok végül is a Szaturnusznak a retrográd hatása véget van. Tehát amennyit halad visszafele a Szaturnusz, még ha egy kicsit előbbre is menne, de megint csak visszahúzza, és hosszúra nyúlnak az események az életében.
Érti? Tehát érdemes, azt közben nézem a mikrofonomat, mert itt mutogatnak nekem, hogy belezúg, és elcsúszik, és ki tudja még mit fog itt csinálni nekünk itt az éterben, de reméljük, hogy semmit. Hát akkor az a lényeg. És tehát visszatérve, én úgy gondolnám, hogy azért itt a Szaturnusznak a retrográdhatása egy kicsit azért bekavar. Na most gondolkodott már azon, hogy mit szeretne az életében letisztázni jelenleg? Hát szeretnék megnyugodni. Még mindig nem nyugodott meg egyáltalán? Miért? Nem értem. Túl hosszú volt az a kapcsolat, és nagyon sok volt a veszteség. Ja, értem. Anyagi vagy lelki? Mind a kettő. Bajunk be férfiasan, mind a kettő. Igen. Drága Katalin, az én meglátásom szerint az egy dolog, hogy 3 éve véget ért a kapcsolata. De most itt valami történik, én úgy látom, mert egy olyan időszaka van, amikor lehet, hogy úgy gondolja, hogy talán lakást akar változtatni, vagy valami nagy felfordulást akar az életébe csinálni. Hát egy újabb kapcsolat lenne a küszöbön. Igen. Ezért kérném a segítségét. És most nem tudja, hogy belemenjen, vagy igen. Ne menjen. Igen, félek. Hát de ezzel kellett volna kezdeni. Mitől fél? Hát a kudarctól. Igazi szaturnuszi szülött, mert hát azért annak ellenére, hogy Koshavában született, de azért egy 8. születésnappal nekem nem mondja, hogy nem tekint mindig vissza a múltra, és mindig tehát fél. Igen. De nézze, mit szoktam én ilyenkor mondani, Istenem? Hát általában, aki ennyire fél a víztől, az ne egyen halat. Érti? Tehát szóval itt végső soron azért mitől fél ennyire? Egy újabb kapcsolattól, egy újabb csalódástól. Igen. És úgy gondolja, hogy minden embertől ugyanezt kapja? Hát nem tudom. Ezért kérem a segítséget. Mikor született az úr? Árulj el csak az úrnak a születési időpontját. Annyira friss, hogy még nem tudom. Nem mondja komolyan. Fiatalabb nálam. Igen. Hát, hogyha már fiatalabb nála, akkor csak tudja, hogy mikor született. Hát, aztán 63-ban. Igen. De hogy melyik hónap, pillanat, mindjárt. Árulj el a keresztnevét. Egyezzünk ki ebben. Március 31. Megnéztem. Maga egy zseniális és érdekes egyéniség. 31-e, kérem szépen, március 31-e, hát az is a Koshavának az első dekádjába esik. De miről beszélünk? Ott a 8-as, 4-es vonzás, hát ez csodálkozik, hogy ennyire vonzódik ez a fiatalember, ez fél is tőle, de ugyanakkor nagyon sok a hasonlóság magukban. Igen. De ugyanakkor most gondoljon bele, ön született április 8-án, hát ez egy annyira támpont, tehát egy, hogy mondjam magának, egy erős egyéniség, egy megjelenése van, egy felépített, hogy mondjam, gondolkodás menete van. Igen, Zsuzsa, ilyen voltam, de most nem érzem így. Na most akkor egyezzünk ki valamiben, Katalin. Lezárta ezt a 3 éves kapcsolatot, küszöbben van egy másik kapcsolat, amiről érzik, hogy első látásra ott volt a szimpátia. Igen. Higgy el nekem, amit mondok, rá fog ismerni, hogy önről beszélek. Igen. Ott volt első látásra a szimpátia ebben a fiatal emberrel. Van egy bizonyos korkülönbség, de ez az úr nem néz ki idősebbnek, vagyis fiatalabbnak, bocsánat, mint ön. Igen. Tehát még azt se lehet mondani, hogy kinézetre ez az úr sokkal fiatalosabb, mint ön, a 10 nem tudom hány év ellenére. Igen. Na most ennek ellenére mi történik? Megjelenik az életébe. Életének pont most ennek a szakaszában egy 5-ös személyes évnek, szolár évnek az elején megjelenik ez az úr. Miért is jelent meg?
mert itt az ideje. Az életében be kellett, hogy lépnie egy új kapcsolatnak, és ez a kapcsolat, itt áll az Uránus, az Uránus már még beszélni se fogok tudni műsorban, március 31-i születésnappal, ami ugye az Uránusnak a behatását mutatja. Számmisztikailag a 31-es születésnapot 4-esnek kell venni. Tehát az Uránusznak a behatása. Na most egy elég magasabb eszmékhez kötött, hirtelen cselekedetei vannak, magasabb értelmekhöz és magasabb, hogy mondjam, eszmékhez, érzelmekhöz. Nagyon nagy érzelmei vannak ennek a fiatalembernek, pláne Kosból is van egy tűzjegyű valaki. Igen. De ugyanakkor a két születésnap és a két képlet, tehát annyira mutatja, hogy a fele ez az úr. És ön ezt érzi is? Értem, tehát akkor vágjak bele nyugodtan. Ne vágjon bele, Katalin. Mondja el nekem őszintén, mit érez ezzel az úrral kapcsolatosan? Első látásra. Szimpatikus nagyon. És ahogy egyre többet beszélgetnek egymással, nem érzi ennek az úrnak a vibrálásában azt, hogy nem tud tőle elszakadni. Nem tud tőle, hogy mondjam, tehát ő se tud magától, és ön se ő tőle, ahogy igen, elnézem. Egyre többet gondolok rá. Egyre többet gondol rá, egyre jobban vonzódik hozzá. Igen. Na most ez nem véletlen. Én csak azért gondolkodom így, mert a bolygóknak a vonzásából indulok ki. Na most egy ilyen születési képletnél, ami azért egy előző életből behozott kapcsolat, és benne van ugyan a féltékenység mind a két részről, és benne is lesz. Igen. De ugyanakkor nem veszítik el egymást. Nyugodtan vágjon bele ebbe a kapcsolatba, én ezt ajánlom ennek. Jó, köszönöm, Zsuzsanna. Még egy dolog az anyagi. Igen. Hogy ez hogy fog alakulni? Nézze, ötös szolár évben olyan események fognak történni az életében, és most jobban felpörögnek az események, de ezeket az eseményeket, ugye az anyagiakra kíváncsi, nézze, ez a 3 éves veszteség, ami ezelőtt ugye megtörtént. Igen. Az előző kapcsolatában. Veszteség. És elég súlyos veszteség. Igen. Az mindenek előtt még az ön, hogy mondjam, energia terében van. És nem is úgy, hogy az energia terében a lelkében van, mert nem tudott túllépni rajta, egyszerűen nem tudta megemészteni ezeket a súlyos fájdalmakat, amit ön akkor átélt. Igen. Na most ebben az esetben annyi a tennivalója, hogy keressen fel. El fogom mondani, hogy mi a teendő, de ugyanakkor ebben az évében azért egy kicsit talán máshogy alakulhatnának a dolgok, ha bizonyos lépéseket nem tenne meg. Értem. Nem tudom, mik azok a lépések. Na most ezek a lépések, hát nem tudom, hogy vállalkozás, vagy új munkahelynek a teremtése, de hogy itt egy abszolút egy új lehetőség és egy új fejlődési szak következik az ön életébe, ez több, mint biztos. Nagyon több, mint biztos, csak nem mindegy, hogy lépi meg, igen, és mit kerül ki. Csak annyi műsoridő nincs, hogy én ezzel itt önt felvilágosítsam sajnos, hanem ha meg kell személyesen, nagyon szívesen elmondom, mert vannak bolygóbehatások és megfelelések, de azért egy április 8-ai születésnapnál én úgy gondolom, hogy azért érdemes lenne átnézni, mert hajlamos arra, hogy elvakultan döntsön bizonyos lépéseket, és azért, ha azt vesszük, hogy ebben a mostani időszakában azért egy nehéz időszak után van át, de csillagászati időszakot nézünk, és ugye áprilistól még egy áprilisig nézzük az időszakot, azért én mégiscsak azt mondanám, hogy vannak olyan behatások önkörül, és olyan időszakos nehézségek önkörül még, amit át kellene beszélni. Értem. Nagyon szépen köszönöm. Jó, nagyon szépen köszönöm. És teljes gőzzel előre. Úgyhogy köszönöm szépen. Hát érdekes beszélgetés volt, mert azért elég különös képletben néztünk bele. Tehát visszatérve egy kicsit az ünnepekre, vagyis hát azokra az időszakokra, amit most ezen a héten, tehát így a Minden Szentek és a Halottak napjával kapcsolatos, azért annyit el szeretnék mondani, hogy mindenkinek
saját belátása szerint és saját érzelme szerint mutatkoznak ezek az ünnepek, de egyet kérek mindenkitől, ha lehetne, hogy ha lehet, akkor aki úgy érzi, hogy nem megy ki a temetőbe, és nem nézi meg, tehát nem megy, nem tud elmenni valamiért, az egy szál gyertyát azért gyújtson meg az emlékükre. De úgy gyújtsa meg ezt az egy szál gyertyát, hogy tehát ne csak a kiszemelt halottak napján, vagy minden szentek napján, hanem tudván azt, hogy ezt bármikor meg lehet tenni. Mert nem csak akkor gondolunk a szeretteinkre, még hogyha egy kijelölt ünnep, amikor kijelölt ünnepről van szó, hanem máskor is. Úgyhogy ezt szeretném önökkel közölni. És annyit még, hogy nem tudom, hogy önöket mennyire érdekli, de nagyon sokféle új lehetőség birtokában vagyunk ezekben az időszakokban. És miután mindenki érez egy bizonyos vibrációt, mindenki érez egy hangulatváltást, mindenki érez egy bizonyos újjá születést ezekben az időkben, ahogy egyre jobban közeledünk a december 21-e felé, egy újfajta paradigmát az aurájában, vagy változást, akkor mondja el nekem, ha éppenséggel olyat érez, ami egy kicsit különös, mert bizony most nagyon nagy változások történnek a Földön. De nem biztos, hogy rossz értelemben csak, hanem jó értelemben is. Úgyhogy ezt szeretném önökkel közölni, és a másik pedig az, hogy azt hiszem, hogy itt a műsor vége már, sajnos, és két hét múlva ugyanitt, ugyanilyenkor pedig teljes más témáról fogunk beszélgetni, nem ilyen szomorú témáról, hanem akkor már kicsit vidámabb témáról beszélgetünk, tehát most már azért jönnek lassan az ünnepek. És mindenkinek nagyon szép estét kívánok, tehát el ne felejtsék, két hét múlva ugyanitt, ugyanilyenkor, nagy tisztelettel és szeretettel, várom önöket a képernyő előtt. És minden jót kívánok, szép éjszakát kívánok mindenkinek.